Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Ezen a héten egy picit bepillantást nyertünk Péter életébe, az ő harcaiba, és ezen keresztül talán saját életünk, kudarcaink és eredményeink, vagy éppen hitünknek a harcairól is hallhattunk. És ma a befejezésben Péter életének a végéről, illetve arról szeretnék szólni, hogy az ő bukása után hogyan emelte föl őt az Isten. A mai igét azt nem az evangéliumokból, hanem az apostolok cselekedeteiből olvasom. Azok után, hogy Jézus Krisztus meghalt, aztán feltámadott, aztán mennybe ment. Jézus Krisztus elküldte az atyával együtt a szent lelket a világba, amely betöltötte a tanítványokat, így Péternek a szívét is, és ezek után egy hatalmas változást tapasztaltak meg, nem csak az életükben, hanem a szolgálatukban. Az a Péter, amelyik tagadni volt kész a mesterét, és nem annak félelmében, hogy mi vár rá, tulajdonképpen letagadja az ő hitét. Pünkösd után kész volt nem csak egy-egy szolgáló leánynak, a tűz körül ülőknek megvallani az ő hitét, hanem ezreknek beszélt az evangélium üzenetéről. Erről a pünkösdi beszédből olvasok egy néhány gondolatot az apostolok cselekedetei második fejezetéből. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszol, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Péter tehát padlón volt, és nagyon sokan azt gondolom, hogy kikerülhetetlenül néha padlóra kerülünk. Padlóra kerülünk azért, mert talán mások küldenek minket padlóra, talán csalódunk másokba, sebeket okoznak nekünk, valamikor a körülményeink kényszerítenek bennünket padlóra és kétségbeesünk, valamikor pedig önmagunk, a saját bukásaink miatt kerülünk padlóra. Vajon van-e fölállás lehetősége? És azt gondolom, hogy a Biblia ebben is ad nekünk bátorítást és tanítást, hogy ha elbukunk is az életünkben, hogyha néha úgy érezzük, hogy innen nincs tovább, akkor Isten jön a mi segítségünkre és fölemel bennünket. Lehet, hogy most te vagy mélyponton az életedben, lehet, hogy a körülmények miatt, a hírek miatt, amik érkeznek a rádióból vagy a televízióból, úgy érzed, hogy nincs jövő, vagy félsz attól, hogy kórházba kerülsz, félted a szeretteidet, hogyan lehet felállni ebből a mélypontból? Azt gondolom, Péter története megmutatja, hogy maga Jézus Krisztus keresi föl a padlón lévő Pétert, és emeli föl, mikor azt kérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem? És Péter, mikor ezt válaszolja, akkor megbocsát neki a megváltó Jézus Krisztus. És ezek után nem csak, hogy megbocsát neki Jézus, hanem visszahelyezi az ő szolgálatába, és betölti az ő szívét az ő szent lelkével. És meggyőződésem, hogy igazán fölállni a mélypontról az ember úgy képes, hogyha megtapasztalja az Isten kegyelmét, szeretetét, bűnbocsánatát, és ha betöltődik az ő szíve az Isten szent lelkével. Térjetek meg, merítkezzetek be, keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Ma is ez Istennek a szava hozzánk, és hogyha te is hallod az Istennek a szavát, akkor legyél engedelmes hozzá. Hogyha látjuk Péter életének a kiteljesedését, még azt látjuk, hogy miután leéli az egész életét aztán szolgálatban, eljön az a pont, amikor újból hitet kell vallani, amikor Rómában volt, a hagyomány szerint őt is keresztre feszítik. És a hagyományok szerint nem csak, hogy keresztre feszítik Pétert, hanem fejjel lefelé feszítik keresztre. Az a Péter, aki mikor ott a tábortűz mellett, mikor Jézust elfogták, megtagadta az ő hitét, élete végén megvallja, és kész még a halált is vállalni az ő hitért. Megerősödött az ő hitében, példává lett előttünk. Vajon az életemben is van-e növekedés, van-e jellemfejlődés, van-e hitbeli növekedés? Isten azt akarja, hogy ne maradjunk hitben csecsemők, gyermekek, hanem felnövekedve
mi is készek legyünk megvallani minden ember előtt a mi hitünket. Isten áldjon meg bennünket, és legyen példa előttünk Péter élete, hogy mi is példás életet élhessünk ebben a nagyon zavaros világban. Isten áldjon és őrizzen meg benneteket. Amen.